Nicevim heti szakasza, egy olyan heti szakasz, ami mindig az ünnepek, Rosh Hashanah környékén kerül felolvasásra. Ez most is így van, hiszen szombaton olvassuk Nicevim szidráját, vasárnap este pedig elkezdődik az 5777-es esztendő. Ennek a heti szakasznak van egy sokat idézett mondata, amelyik magyarul úgy hangzik, hogy az elrejtett dolgok azok az örökkévalóé, azonban a felfedettek azok a mieinké, illetve a leszármazottainké. Ezt többen többféleképpen is értelmezték ezt a mondatot. Így Rosh Hashanah-ra készülve, illetve az egész ünnepi ciklusra készülve egy közelítést mindenkinek a figyelmébe ajánlanék, hogy próbálják meg a következő évben remélhetőleg az is helytálló kerülni a képmutatást. Hiszen a felfedett dolgok, az, hogy az ember hogyan beszél, hogyan cselekszik nyilvánosság előtt, az valóban a többi emberé, viszont Isten elől elrejteni nem lehet semmit. Az örökkévaló ezeket a rejtett dolgokat is pontosan ismeri, és akkor, hogyha valaki esetleg a képmutatásnak a, mondhatjuk, bűnébe esne, akkor ő ezzel azt nyilvánítja ki, hogy számára sokkal-sokkal fontosabb az embereknek a véleménye, mint Istené, és hát emiatt nem csak a vallási gyakorlatában, nem csak a jellemében, nem csak a tevékenységében károsodhat, hanem magát Istent is egyébként a legjobb szándékai mellett is megtagadhatja, hiszen ha valaki úgy gondolja, hogy Isten elől rejtve maradhat bármi, ami az ő cselekedeteit jellemzi, de akár ami a szívében vagy a gondolataiban van, akkor az egész gondolatot ássa alá, és ezzel a tévedésével, ezzel egy olyan környezetet, egy olyan szellemi környezetet teremt magának, ahol a valós cselekedeteknek nincs igazi súlya, és ezek a cselekedetek, amik a valóságban láthatóak, ezek nem állnak, vagy nem állhatnak feltétlenül összhangban egy belső tartalommal. Kívánok mindenkinek olyan évet, ahol az, ami a szívükben van, az nem lesz szükséges, hogy rejtve maradjon, hanem a gondolatok és az érzéseknek így a legalábbis a nagy része az vállalható legyen a cselekedetekben, és ezáltal a nyilvánosság és Isten előtt egyaránt legyenek valamennyien beírva a jóknak a könyvébe, és legyen mindenkinek sikeres és boldog új éve.